Nos, Brokkoli, anyám szerint te jó vagy nekem. Én viszont nem vagyok jó neked. A háború első szabálya, ismerd meg ellenfeled, és én ismerlek. Tudom, hogy a hideg megöl, és az erég is. Csak egy gép kell, ami irányítja a globális környezetet. A holnapi előrejelzés, szitáló zsenialitás, heveny végítélet. Vezetői engedélykiadás. Így soha nem végzünk. Gyerünk, menjünk, a Foxon este 8-kor kezdődik az új valóságsó. Gyors állatok, lomhadd gyerekek! Léci, várjatok meg! Ó, a fene, tiszta méz lett a lábam. Apa, most nem mehetünk el. Az egész életem azon múlik, hogy megkapjam a jogsit. Ha nem tudok vezetni, sosem lesz pasim, sosem megyek férjez, és örökbe kell fogadnom, mint Rosie O'Donnellnek. Arra célzol, hogy Rosie O'Donnell nem tud vezetni? Már most ideges vagyok. Ugyan menni fog, csak ne feledd, amit tanítottam. Rendben, haladjuk a főutcán. Jól van. Mit csinál? Csak haladok, barom. Le fog pontozni, amiért nem intettem be neki. Ó, Istenem, vége az életemnek, én vagyok a legnagyobb lúzer, akit ismerek. Pontosan átérzem a helyzetet, nekem is megvoltak a magam csalódásai. Egy kislány? Biztos, megnézné még egyszer? Szívem, szokj hozzá, hogy az életnek megvannak a jó és a... Ahogy azzal lekésjük a valóság sót. Sőt, már megy is. Apa, vigyázz! Meg, kicsikém, jól vagy? Igen, azt hiszem. A kohói kábeltelevíziós jeladó. Ajjaj. Ki volt ez a pont? Öreg, hazavágtad az egész város kábeltévéjét. Hűha, ez gáz. Nézzétek, ott van a Yeti. Hű, nekem, drám haver, ez a te sarad. Legalább nyertünk egy kis időt. Ő vezetett. Mi van? Apa, te vezettél végig. Nem, épp vezetni tanítottam, de elvesztette az uralmát a kocsi fölött. Hogyan már, gyerekkorunkban mind csináltunk hülyeségeket. Én egyszer megpróbáltam belógni egy korhatáros filmre. Na, hagyjátok a kislányt, jó? Aztán miért? Azért, mert... Vietnámban előtték az egyik karját. Döbbened, hogy kiadtad a saját lányodat. Ugyan, szívem, tudod, hogy nem akartam rosszat, és nem is most hoztalak először zavarba. És ha hozzáadjátok a jobb háromszög lemért szögét, akkor végeredményül... Ide figyelj meg, legközelebb most ki a kádat, ha borotválkozol, tiszta szőr a lefolyó. Ne légy már így elkeseredve. Tudod mit? Játsszunk egy vállaljuk magunkra apuci hibáját játékot. Ha te nyersz, veszek neked egy sportkocsit, ha meg lesz a jogsid. Tényleg? Ó, apa, most megint szeretlek. Egy nap még csodás felesége leszel egy zsidó hapsinak. Egy szerencsétlen baleset miatt a Kohói Kábeltársaság bizonytalan ideig szünetelteti a műsorsugárzást. Így persze ezt a műsort sem látja senki, úgyhogy tök mindegy, mit mondunk. Én vagyok az Úr Jézus. Jól berúgok és összeverek néhány törpét. Hát, te dájem? Nos, Tom, én csak rühellem a feketéket. Bostonban még adásban vagyunk.